Jó hangulatban telt a 9000 lelket számláló Csúrogon a második disznótoros találkozó a hétvégén. A szervezők a téli szokások egy részét elevenítették fel. A hagyományos szalmával történő koppasztás, a rokonoknak való kóstoló küldése és az esti disznótor már a múlté. A fiatalok ma másképp készítik be a téli revolút. Ili treba markice, ali ne treba markice i nemam pojma šta sve treba. Mlada generacija to nekako ne uvažava koliko sam ja zapazio u našem mestu. Jednostavno to obave čas posla, stave u taj zamazivač i kraj priče. Négy bográsban főtt a disznópaprikás, egy üstben sült a zsír és a ropogós töpörtyű a hagyományos disznótoros találkozón. A muzsjaiak főztje bizonyult a legjobbnak. Törekszök úgy főzni, mint odahaza, hogy főztem, vagy főzök, ugye? Itt is vöröshagyma, hús, a hús az lehet így keverve, csontos is, ugye nem, hogy tiszta comb, tiszta hús, lehet csonttal, ilyen farok fül, ami megadja azt a zselatint, a sűrűségét, és vége a krumpli, mikor beissza azt a finom levit, az nagyon jó lenne, vagy jó lesz. Az ilyen jellegű rendezvények elsősorban a barátkozásra és a tapasztalat cserére adnak alkalmat. A svinjakolj egy lepa tradícia, koja se vremenom gubi, s obzirom na modern način života, to su prodavnice mesa, i kao što rekao, da ponavljam, deca više ne znaju kako se prave čvarci, od čega su i tako to, pa je naša želja da mi malo sačuvamo od običaje, od zaborava. A jövőben a háztáji disznóhízlalás is eltűnhet, hiszen a nagy létszámú farmok biztosítják a feldolgozóiparnak a vágójószágot. Ezért az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel próbálják a szervezők feleleveníteni a régi szokásokat és ünnepként feltüntetni a disznótorozást.